A piac téren nagyon színes választék volt a kézműves termékekből, de lángos büfével és italokkal is várták a sokaságot. Többféle édességből is lehetett választani. Forralt bor és tea melegítette a vendégeket. A tér megtelt együtt ünneplő idősekkel, fiatalokkal és gyermekekkel. A programok között megtalálható volt a bonyhádi rendőrök standja, ahol a bűnmegelőzésről adtak tanácsokat, és megtekinthették Velseci Edina Mackó világkiállítását is. A jótékonykodás sem maradt el, erről is nyilatkozott Stíp Gáborné. Az adventi rendezvénysorozatunknak ez a harmadik állomása. Az első adventi vásárnapon a Lükauf Egyesület tartott egy műsort, a másodikon a Székely Kör Egyesület, és ez a harmadik a városi, amikor is a városi rendezvényen, a Mindenki Karácsonyán vehetnek részt az érdeklődők. Kézműves vásár kíséri a rendezvényt, fellépett a Lükauf, a Székely Kör kórusa, az óvodások, most az iskolások szerepelnek éppen a hátam mögött, és még a maradék időben, a végén a csobánolást fogják előadni a Székely Kör tagjai, ami egy székely-betlehemi játék tulajdonképpen, és a sütivásár folyik a rendezvény ideje alatt, aminek a bevétele az óvodát fogja támogatni. Játékvásárlásra használják, meg egyebekre, amire szüksége van a gyerkőcöknek. A polgármester úr jóvoltából forralt bor és tea melegíti a fázós népeket, mert most már eléggé lehűlt az idő. Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és egy kellemes délután tölthettünk együtt így advent harmadik vasárnapján. A fellépők között szerepelt a Glückauf Egyesület kórusa és a Nagymányoki Székelykör Egyesület népdalköre, akik nem csak énekeltek, hanem betlehemes történetet adtak elő. A gyermekek sem maradhattak ki, hisz az ő műsoraik emelik legjobban a karácsonyi hangulatot. A Nagymányoki Pittypank óvoda és bölcsöde óvodásai és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adta elő műsorait versek és énekek keretében. Állatosan érzem magam, mert hát itt van a két gyönyörű unokám, és a Zoé szerepel, tehát nagyon szép. Hát kicsit üvösebb az időjárás, de hát a tavalyitól sokkal jobb. Beszéltük itt az anyukákkal, tehát tavaly sokkal hűvösebb volt. A karácsony az mindig szép család ünnepe, és ez most így megható a gyerekek körében is, és a zene, a fények, tehát én nagyon szeretem a zenét. A közös ünneplés jól sikerült. Együtt ünnepelni a legjobb. Jó volt látni a csillogó szempárokat és a mosolyokat az arcokon. Mint minden évben, a 70 év feletti szépkorúak karácsonyi csomagot vehettek át a város önkormányzata jóvoltából. Este a városban is sor került az adventi koszorú harmadik gyertya meggyújtására, ami az örömöt jelképezi.